Már több mint 830 halálos áldozata van az indonéziai Celebesz szigetét sújtó földrengésnek és az azt követő szökőárnak. A hatóságok szerint ugyanakkor még mindig rengetegen lehetnek a romok alatt, így az áldozatok száma a több ezret is elérheti. A mentésben résztvevők sok helyen puszta kézzel próbálják kiszabadítani az embereket. Teljes falvakat tett a földdel egyenlővé Celebesz szigetén a pénteki földrengés és az azt követő cunami. A 6 méteres hullámok úgy sodorták el az épületeket, mintha legóból lettek volna. Megsemmisült a térség központjának számító Palu legnagyobb bevásárlóközpontja is. Amikor elkezdődött a rengés, éppen a pénztárnál álltam sorban a vásárlás végén. Hirtelen minden elsötétedett, és a falak elkezdtek összeomlani. Szörnyű volt, mondja ez a túlélő. A Vörös Kereszt adatai szerint a katasztrófa összesen több mint 1,5 millió embert érint. Több ezren sérültek meg súlyosan, és lakóházak 10 ezrei váltak lakhatatlanná. A mentőcsapatok folyamatosan próbálják kiszabadítani a még életben maradt sebesülteket a romok alól. Vannak ugyanakkor olyan térségek, ahonnan egyáltalán nem érkezett még hír, miután a távközlési rendszer is megrongálódott. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára azt mondta, egyelőre nem tudnak magyar érintetről. Ez számunkra természetesen nagyon jó hír, 94 fő regisztrált konzuli védelemért Indonéziában, egyikük sincs a térségben, de természetesen a Jakartai nagykövetségünk 0-24 órában áll rendelkezésre, az ügyeleti telefonszám a honlapunkon elérhető. Részvétét nyilvánította az indonéz államfőnek Orbán Viktor is. A miniszterelnök azt írta, Indonézia számíthat Magyarország támogatására.